A családtámogatási rendszerünk egy újabb jelentős lépést tesz előre. 2016. január 1-től elkezdjük a második gyermek után járó családi adókedvezménynek a megduplázását, ami 2019-re fejeződik be. Ez azt jelenti, hogy 2016. január 1-től havonta 5000 forinttal többet használhatnak a családok az adókedvezményből, és ez azt jelenti, hogy 2019-re a második gyermek után járó adókedvezmény az 20 000, illetve a gyerekek után járó adókedvezmény összesen 20 000 forinttól 40 000 forintra fog emelkedni, tehát megduplázódik, két gyerek után 20 000 helyett 40 000 forint lesz, most 2016-ban pedig 20 000-ről 25 000 forint lesz.